Történelmi aszály sújtotta idén a magyar mezőgazdaságot. A vízhiány hatalmas károkat okozott, de sok területen még mindig csak becsülhető a veszteség mértéke. A Központi Statisztikai Hivatal november-decemberi mezőgazdasági összeírása vélhetően erről is pontosabb képet ad majd. A KSH évente kétszer térképezi fel a hazai agrárium helyzetét. Júniusban az állatállomány és a földhasználat volt fókuszban, ez az összeírás pedig elsősorban a termelési hatékonyságot méri fel. A mostani kérdév az kiterjedt például a szántóföldi növények, a zöldségfélék termesztésére, a gyepgazdálkodásra, a szőlő, illetve a gyümölcs termesztésre is. Vannak kérdéseink még az agrotechnikára vonatkozóan, például a műtrágyázásra, a szerves trágyázásra, illetve az idei évben nagyon is aktuális öntözésre vonatkozóan is. Ezek mellett számba veszük az állatállomány alakulását, az állati termékek termelését, és foglalkozunk még a mezőgazdasági tevékenység munkaerő szükségletével is, illetve a mezőgazdasági tevékenységet közvetve, vagy közvetlen segítő beruházásokkal. A kitöltés minden megszólított gazdálkodónak kötelező, az online kérdőívezés pedig már a múlt héten megkezdődött. Ennek kitöltésére egészen péntekig van lehetőség, ezt követően november 26-a és december 15-e között fényképes igazolvánnyal rendelkező összeíró keresik fel az érintetteket. A mostani decemberi mezőgazdasági összeírás az ország 354 települését érinti, és közel 21 ezer egyéni gazdaságot mérünk fel. Ez az összes egyéni gazdaságnak nagyjából a 9%-a. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 44 települést érint az összeírás, egész pontosan 3063 címet érint, tehát nagyjából minden hetedik cím az a megyében található. A legtöbb cím az Nyíregyházán van, 241 gazdaság érintett a mostani decemberi mezőgazdasági összeírásban. Döge, még amit ki lehet emelni, mint települést, ahol a legtöbb gazdaságot érinti a mostani összeírás, 170 címet érintott, illetve vannak még olyan települések, ahol több mint 100 címet fognak majd felkeresni az összeírók, illetve van lehetőség most is még az online kitöltésre. Az összeírás célja, hogy a KSH aktuális, pontos képet kapjon az ország mezőgazdasági állapotáról, ezzel pedig a hivatal az Európai Unió felé kötelező adatszolgáltatását is teljesíti. Az összesített eredményeket várhatóan 2023 nyarán publikálják.